És így, ez az. Oh, sziasztok, de utálom ezt az új YouTube stúdiót, hát megőrülök, komolyan mondom. Á, nem hiszem el. Elindítom a streamet, direkt késlelteti, nem látom, hogy hol megy, semmit nem látok. Tehát megőrülök, komolyan mondom. Ott jártunk, hogy Sims 4. Szia Hexilis! Szia Tóth sziasztok. Tamás! Itt van velem egy Andris is. Hello, sziasztok! Halli Mr. G! Mindjárt indítom a játékot is, mert még azt még az OBS-be még be kell rakni, hát miért is ne? Na nézzük, azt mondja, hogy OBS, remélem aztán ezt föl is... Mi az, hogy háló mód? Cica! Háló mód. Ennek most már jónak kell lennie. Á, igen! Most már jó, édes, drága, jó Istenem, de szentszűz Mária, te aki odafent vagy a mennyekbe, ezt miért kellett így ennyire szétbonyolítani? Valaki mondja meg nekem, bassza meg. Ó, Istenem. Lász irány. Van Balány, sziasztok srácok. Itt van velünk Patriot. Itt a Greg is. Ficereréd azt mondja. Itt van a Tremmel Tomi is. Szevasz Tomi. Hú, gyerekek, kész vagyok, komolyan mondom. Itt meg megállt a csevegés. Nem tudom, mi lesz még ma. Remélem, most már jó lesz itt is. Itt, amikor beáll a csevegés. Szia István, neked is szép napot! Kisebb nehézségekkel elindultunk. Aztán mindjárt kreáljuk. Felállítok még itt egy-két dolgot. Nem használtam még az új YouTube stúdiónak a felületét, tehát gőzöm sincs, hogy hogy működik. Aztán itten úgy segített nekem a Greg, de azt mondja, hogy késleltetve indítja, két felől kell elindítani, meg ilyen, tehát kész. De nem is értem, hogy miért nem jó, volt jó az eddig, ahogy volt. Ha megpróbálok lenyugodni. Csinálunk egy olyat, tehát annyit elmondok, hogy nekem ehhez a játékhoz egyedül az évszakok van meg. Holy Nine Mokosa. Látunk egy átlátszó bácsit vagy nénit, majd még ezután derül ki, hogy ki lesz belőle. De szerintem néni lesz, először is halkabbra veszem a zenét. Lehet olyat? Gameplay. De hol? Season. 7 naponta változik a... Hát legyen 14 naponta váltakozzon a izé. Tudod, hol veszem én le a hangot? Kérlek szépen hangkeverő megnyitása, és a számítógépnél veszem le a hangot. Nem kilódok én itt vele. Így, ez az. Tehát 14 naponta fognak váltakozni az évszakok. Apple. Oké. Ezt elvállaltuk. Így, na, tehát annyit elárulok, mondom, hogy körülbelül egy hete vettem elő ezt a játékot, játszottam vele vagy háromszor, kihalt a család is nagyon szépen úgy, hogy az elő van írva. Úgyhogy most nézzük, hogy is csinálj. De hogy is kreálok? Nem kérek én ilyet. De nekem nem bácsi kell, néni kell. Hello, my name is. Majd lesz némiz is. Hogy kell bácsira, nénire változtatni? Nem, nekem nem ez kell. Itt kell nénire változtatni. Így lesz a néni. Aha. Olvasok. Szia, Lászi! Szia Milán! Igen, ami jól működik, azt mindig el kell cseszni. Így van. Szia Balázs! Szia Gyuri! Tehát, először is a néninek azt láttam, hogy itt külön lehet változtatni a hangját. Legyen ilyen madárcsicsergős. Ja igen, a járás, figyeld!
Mikor be vagyok lépve DC-re, valaki mondja meg nekem, hogy az egerem a játékon belül miért ilyen érzékeny. Tehát épp, hogy megmozdítom, és 3600 fokot forog körbe, nem csak 360-at. No, tehát van ilyen járás. Én ezen feküdtem. Van ez a fajta járás, ezen még jobban feküdtem, ezen már aludtam is. Ez egy ilyen vagányabb. Még szerintem ez a legnormálisabb járás egy lánytól. Szia Domán Jani bácsi! Itt egy Domán úr, üdvözletem uram. De vagány járás. Ez meg ez a majdnem beesek magamtól. Tetszik? Tetszik. Tetszik. Ez az, akkor szoktak így járni, amikor kurvára elmosok. Azt láttam, azt megfigyeltem. Hú, ez jó néni. Ez jó néni? Figyeld. És ez az ijesztegetős néni. Ez vicces. De nekünk nem ez kell, nem. Nekünk ez jó lesz. Ez jó lesz ez a járkálás, úgyhogy pipa. Ne is járkálj tovább. Azt mondja, hogy inspirációkat teszünk a színhez. Mi legyen az inspiráció? Először is a ne zavarjanak táblát kirakom. Azt mondta a Trembeltom, hogy ő a Lászi fia. Hát akkor én a Lászit nem is ismerem. Betaradod? Micsodát, Patriot? Szia, Karesz 40. Játékon belül is tudok mindent állítani amúgy. Mi? Tántorgós, piás járás is van? Na, azt nem tudom. Azt olyat még nem láttam. Komolyan. Igen, igen, Tamás. Te tényleg amúgy... Tehát jó lenne amúgy a játékosoknak a hangját hallgatni. Visszateszem én akkor a hangot a játéknak. És akkor szerintem megvan, hogy hol veszem le. Az Origin-t ezt bezárom, az most úgyse kell. A játékban van, ez az. Itt a zene. Jó van. Tehát az objekteknek, a többinek voice, sound, UI sound. Ez mind megvan. Stereo. Az is jó. Bár mondjuk lehet... Nem, marad a stereo. Hi, ez is marad. Elfogadjuk. Oké, és akkor így halljuk a szemeknek a hangját. Holnaptól no láttok. Elvileg a Tomit holnaptól no látjuk. Tehát az aspirációkat kiválasztjuk. Milyen legyen a csajszi? Legyen mondjuk jó szakács. Az minden lehetséges. Azt mondja, hogy select trait. Milyen legyen a kedve? Ez a kedv, nem? Legyen okos. Legyen kreatív. Ebből a szempontból legyen. Ezt a kaját választom. Édes Istenem, ez a büfögés, hallod? Itt pedig szeres, loves outdoors. Szeresse a természetes, tehát a természet, akármi. Na mindegy. Mi ez a három? Mindegy, galéria. Tehát, és akkor most nézzük az arcot, megmondom őszintén, nekem ez a... Csak ennyire érzékeny az egerem, hogy mikor fönt vagyok Discordon. Piros színű kell. Piros színű kell? A haja? Igen. Mint anyának. Szerintem legyen barna, mit szólsz hozzá? De ez szép. De csúnya. Miért csúnya? Nem csúnya. De ez nem szép, de... A piros az szép. És így jó. Jelzem, nem magamat akarom megcsinálni. Ez mióta narancssárga ez neked? Ez a narancssárga, tessék. Nem, piros. Ez kell? Ilyen piros legyen a feje. De ez...
És ha ilyen lesz? Ez jó. Figyelj, kicsim, nem majmot akarok belőle csinálni. Jó? De nem az. És ez? Közel. És ez? Olaszín, jó? Ja, ez. Rendben? Rendben. Jó, köszönöm. Tehát tovább, nézzünk neki egy hajacskát. Azt mondja, hogy a sima, tehát az alapnapokhoz egy hajat nézünk. Elég ám azért megtervezni egy szímet szerintem. Hát nézzem, szerintem ez a hajacska, ez így jó, nem? Ez a nagyon be van fonva, és hogy vigyorok, hallod? Azt a rohadt. Jó az. Szia, Tomó! Szia! Hello, Ilona! Ott az az orosz nevű valaki csak beköszönt. Oké. Okay. No, tovább. Tehát ez a sima... De arcot is kéne változtatni, nem? Na, azt is egy kicsit férfias arca van szerintem. Ez egy tökéletes arc lesz. Most annyira nem megyek bele az arcokba. Maximum a szemszín. Meg talán a szempéllel, vagy a szemöldököt egy kicsit. Uh-huh. Szemöldök. Aha. De ezt lehet lentébb is húzni. Széjjelebb is. Nem így akartam. Nagyobb szemeket. Így. Ez itt tökéletes. Szemszín legyen... Zöld. Rózsaszín az milyen? Édes jó Istenem. Rózsaszín. Ilyen rózsaszínű szemű. Nekünk nagyon jó a barna. És az olyat, hogy ez a szempilla. Ez most halál komoly. Meg nem csak a szem, ez nem a szempilla. De csukd már be a szemed. Mekkora szemei vannak? Én nagyítottam most ilyenre. Ez még mindig a szempilla, nézem. Hol tudok visszamenni, ha elbaszom? Szerintem sehol. Ez a face, skin, nekem nem a skin kell, száj, édes, figyeld, ezt a kapafogat, figyeld. Kapafogat. Gyerekek, nekem is volt, tehát... Én is van csontfogat. Mi? Én is csontfogat van. Igen, neked is csontfogat van. Tehát én a Sim 2-t annak idején szarrá játszottam. De komolyan, tehát olyan szinten fölturbóztam a játékot, hogy ez valami eszméletlen. Na jó, akkor nem lesz smink, hát... mi ez a digital edit mód? Mindegy. Úristen. Mi van? Ez nagyon durva, most láttam a streamben a vizét. Jaj, a fogad? Jó, aha. Mi? Itt nem lehet kiszínezni a száját? Miért nem lehet? Pedig ki tudtam. Igen. De most a fésznél jártunk. Ez mi? Jaj. Vissza. Ugye elbaszom. Piros színű. Joker mosoly van. Nem tudom. Piros színű. De nem lesz piros színű. Itt a... ez a szemszín. Igen. Nekem nem az kellene. Nekem a... az már ki van választva. Ezek a szemek. Szemek. Igen, nekem a szemhéj festék, meg az ilyenek kellenének. Száj. Jézusom. Milyen szájak vannak. Na jó, mindegy. Csináljuk meg akkor, avondó vagyok a ruházatot. Ezek a kalapok, meg ez. Tehát a...
ez az estéi, ez a nap, nappalra, hogy milyen ruhája legyen a kisasszonynak. Én tudod. Te tudod? És milyen ruhája legyen? Szép ruhája. Nem, nem nyúlsz bele. Először is... De nekem nem hec kell, hanem ruházat. Itt van, ruházat. Bioszínű, ez tetszik. Á, de nappalra, amikor elmegy mondjuk a boltba, hogy akkor milyen legyen. Akkor... Aha. Hát, ez túl merész. Egész este. Ez jó lesz nyári ruhának. Nyári? Aha. Nyári. De ez a nyári, tehát a napközbeni ruházat, és akkor... De ez nem nincs nyár. De, és a cipőn még változtatunk. De most itt nyárral kezdik. Kezdik. Aha. Itt van ez a cipő, változtassuk meg a színét. Á, hát ez olyan nem jó. Csúnya. Mhm. Uh-huh. Ott a nyuszis papucs, nézd csak. Nyuszi, ez jó lesz nyuszi. Papucsba legyen? Igen, nyuszi. Te cuki kis nyuszi. Nagyon jó lesz ez a cipő. Kész. Nyuszi akar. Jó, most jön az ünneplő ruha. Ünneplő. Szia, elektroncsöves vlog. Szia. Hát tényleg én... Ide is akartam tenni a telefont, így. No, tehát ünneplő ruha milyen legyen? Piros színű. Ez? Hát, ez nekem nem tetszik. Rózsaszín. Rózsaszín. Egyik jobb, mint a másik gyerekem. De rózsaszín. De nagyon kiugró ám, én nem izét akarok csinálni belőle, majmot. Meg ilyen... Én a rózsaszínnak. Rózsaszín, rózsaszín! Te nem akarok rózsaszínt! Én nem te vagyok. Te vagy. Nem. Külön úgy, hogy felső... Rózsaszín, rózsaszín! Ne visíts a fülembe, kérlek. Na, mondjuk legyen ez... Nadrággal valami... Lila. Nem lila. Hogy néz az úgy ki? Nézd, milyen csúnya. Ez így teljesen jó. Oké. Nézzük a sportos. Citromsárga. Édes drága, jó Istenem. Meg az a cipő, hallod? Valami Nike cipőt keressünk. Nike! Ez nagyszerű. Nagyon szeret ezeket. Nadrág. Sportos nadrágot valamit. Ez is jó lesz, csak ebből is ilyen. Ez nagyon jó. Felsőnek pedig... Ez is jó lesz, csak... Ilyenbe. Ez az. A legribisebb ruhát adjam rá. Szia, tessen! Szia, tessen! Ne is idegesítsetek, hogy én a legribesebbet adjam rá. Nem éjszakai pillangó lesz ez. Na, pizsoma! Te hallod, az a kék színű zokni. És te most ide akarsz mellém telepedni? De akkor oda üljél, jó? Így. Az nem baj, csak itt üljél. Innen is látod a tévét, nem? Tévét? Monitort. A játékba sípol valami, vagy az én fülem cseng? Na. Haló, a fényt ne takard el. Na, tehát tovább. Tehát valami Halloween-et kell neki keresni. De olyan, hogy egész. Nekem az egész kell. Pizsoma. Ez nagyon jó lesz pizsomának, nem? Ez? Ez csak egy törölköző. De milyen színű legyen? Általában színű. Na, ez rózsaszín lesz, oké? Okay? Okay. De ezt a csúnya zoknit levesszük róla, jó? Hol az okni? Cipő. De ne pakolj ide, hallod? Jó, csak bátod. Oda, ide, úgy. Onnan is látod, kicsim.
Nézzük, papucsok. Nincs papucs? Mi nincs papucs? Pacu. Inkább ez lesz. És rózsaszínű papucs. De az oknit az... Norika, kérlek, ne felborítasz itt mindent. De az oknit az honnan, hogy tudom levenni? Szerintem innen. Ah, így. Jól van. Na, buliruha. Na, ez buliruhának teljesen tökéletesen megteszi, nem? Csak nekem nem kell az a szemüveg. Nem? Vagy nem azt veszük le? Nem a szemüveget? Ezek a harisnyák, ezek a gyűrűk. Ezek a karperecek. Nézzük meg a nyakláncokat. Nyaklánc nincs. De lennie kell nyaklánc, nem? Nem? Na, nézem. Nem, ez a ruha. Nekem a nyaklánc kell. Na, olvasok. Fázós a lelkem is zokniba alszik. Igen. Nem, most nem alszik zokniba. Hát takarja be magát. Édes jó Istenem, legyen már egy kis önbizalma is. Nem alszunk zokniba. Könyörgöm. Hallod? Innen mindent kirántasz, ugye tudod? Hát ez az. Hogy a nyakláncok lentebb vannak. De nincsenek lentebb a nyakláncok. Na mindegy, egy ilyen... Ezért tegyünk rá. Akkor nagyon jó lesz ez a... Milyen az? Barna, zöld, fehér, ugye? Akkor legyen ilyen. Ez úgy nagyjából jó hozzá. Milyen cipő van rajta? Ehhez legyen mondjuk... Piros. Ilyen cipő, jó? Nem sok minden látszik belőle, de nagyszerű. Na, már lassan a végéhez érünk. Fürdőruha. Na, itt a itt vannak a fürdőruhák. Ez jó lesz. Nem. Ez? Nem. Igen. Ezt tudod, hogy néz ki? Mint egy 80 éves mamika. Csúnya. Nem, ez jó lesz. Ez jó lesz. És ez lesz... Ilyen pirosos... Papucs nem kell, minek? A fürdünk akkor nem kell. Na, ez a nyári cuccos. Nyáron ebbe van. De szerintem teljesen jó. Ebből milyen színek vannak? Ez jó, nem jó, ez fakítja nagyon. Ez a bohanás, ez tök jó. Na? Monokini van. Monokini? Nincsen monokini, de amúgy a szíveket le lehet vetkőztetni mesztelenre, képzeljétek el. Tehát van olyan funkció, hogy mesztelenkedés. Igen, rákatintottam már a szemüvegre, és akkor ott kiadta, hogy... De éppen azt nézem, hogy ez a kesztyű nincs. Nem. Ez mi? Harizsnya. Azt mondja, hogy... Oké, és akkor a téli ruha meg... legyen azt mondja, hogy a kabát. Ez jó. Ez tetszik. Ilyen vajszínű. Ez itt tök jó. De kell rá szegény Kimre egy nadrág is, hát szarráf vagy, bazd meg. Ez milyen nadrág, hanem nem? Ebből meg egy szürke?
Na, ez így jó. Külön olyan, hogy sál, sapka. De itt vannak a sapkák. Itt van sapka. Aha, itt vannak a téli satyekszok. És akkor ebből egy szürkét. Na, ez itt teljesen jó, szerintem. Itt a make-up! Megvan a make-up! Ez az! Ezt kerestem. Na, tehát először is én ilyet szerettem volna, ilyen make-upot. Meg... Ez itt teljesen jó. A buli ruhára, ez a buli ruha? Igen. Az így jó. Sportosra nem kell. Éjszakára nem kell. Ez a nyár. Itt vannak a szemcsik. És itt vannak a nyakigláncok, hallod? De akkor valami normális szemüveget már baszki, hát hogy néz az ki? Fekete keretes? Á! De miért nincs fehér? Csak ilyen sárga. Nem, ez jó lesz, ez. Ez a szürke. Ez nagyon jó lesz. Úgy. Ha meleg van, és ha hideg van, ez az. Jól van. És mi legyen a neve? Hello, my name is... First name. Mi legyen a first name? Segítsetek! Anya, Csunga, olyan fogom leszed. Nem. Csak van pénze és sok pénze. Nem, nincs sok pénze. Nem. Szia, Tiger Hun! Olyan fogom leszek, kiszedik pénze, viszont a lehetőség indul fel a adhat. Igen. Nem jó, ez csúnya. Ez nem csúnya, ez a téli ruhája. Na, mi legyen a neve, srácok? Hello, my name is... Anna. Na. Anyuci legyen a neve? Hát nem jó. Na, senki nem tud megszólalni. Hát nyögjetek már be nekem egy nevet. First name. Na, mi legyen a neve? Pacu? Pacusári, jó lesz? Jó lesz. Pacusári. Pacu. Remélem, jól írom. Meghan Markle. Nem valami ilyen eredeti névre gondoltam, mint például ez a pacusári. Tehát, hogy ne legyen olyan túlságosan külföldies. Ez legyen a neve Eszter. Annus Rózsa legyen a neve. Domályali bácsi. Megállj, mert téged is megcsinállak Simsbe. Összehozlak a pacusárival, hallod? Na jó, fogadjuk el. Ezt egy picit arrébb tolom. Na, ez itt nekem útban van. És nem látok. Így már látok. Kiki csoda? Jó reggelt! Szia, gumikacsa! Hát ennek a néninek adunk most egy nevet. Ő lesz a pacusári. És azért pacó, mert a Nóri azt mondta, hogy legyen pacó, mert hogy régen a papucsot úgy hívta, hogy pacu. Na jó! Ez lesz a néni. Van ám jellemzője bőven. Úgyhogy szerintem a nyárral kezdjük. Ez az. És Sárikánknak van 20 000 pénze.
Hova menjünk? Willow Creek, az Oasis Springsbe, vagy Newcrest. Menjünk Willow Creekbe, szerintem. Ez valahogy jobban. Nekem legalábbis. De ide... Ez mi? Nem, nekem nem ez kell, ez sem. Hanem akkor itt van, nem kell egy kis telket? De nekem egy nagyon pici telek kell. De csak... 13-14, két szobás, egy fürdőszobás. Ez jó lesz ez nekünk? Nem tudok rá nagyítani? De ezek olyan nagyok. Ezek nagyon nagyok. Bár mondjuk úgyis, ez egy szoba, egy WC, ez meg 16 ezerbe kerül. Hát, ez is még nagy. Legyen ez, nem, legyen ez akkor. Oda beköltöztetjük a csajt. Mi az, hogy furnished? Ja, hogy akarom-e átvariálni a dolgokat, majd útközben akarom. Igen, csak nem most, ezzel nem killódunk. Micsoda, mindig hallgass a szívedre, amit assú. Így van, Milán. Igen, Tiger, mindenki karanténban van. Tavasszal kezd, akkor adgad a fadakölyöv. Fú. Na, a csaj hazajött, tehát megvettük neki ezt a szép kis vityillót. Szerintem... Nem á, ez az övé, ez a fa. A fa rengeteg. De jó. Itt ez egy varázsfa, hallod? Teli van gombával. Nézd oda. Mi nem látott ilyet. Nem, én se. Akkor fényképezni, jó? Dehogy fényképezem. De mit csinál a néni? Nézi a karó. Várj, már hol a néni? Ezt ne hozd ide, mert ha ez ráborul a számítógépem, ebből baj lesz. Akkor ide tette. Ja, ott a néni. Hány óra van most játékban? 8 óra 44. De és már leült tévézni. Ez nagyon komoly. Fú, itt nekem át kell variálnom a lakást. Tehát ez így nem buli. És akkor hol van az ágya? Ja, ott van az ágya. Aha, meg ez a konyha, öcsém. Ezért ne vegyetek kézházat. Vagy ha vesztek is, akkor előbb variáljátok át. Csak már nem akartam vele killódni. Itt van egy kinti szemetese is. Ott szalad egy másik néni. Nézzük, mit tud csinálni. Kezdésnek. Elküldjük joggingolni. Tyú! Amíg elmegy joggingolni, a néni szalad. Szia, Brigitta! De megnézzük itt a... Tehát itt kell nekünk összegyűjtenünk ilyen pontokat, tehát a pontokat úgy tudjuk szerezni, hogy teljesítjük a szívünknek a kívánságait, amit szeretne csinálni, és akkor ezeket a pontokat be lehet váltani ezekre a bizonyos italokra, potionokra, és például ahhoz, hogy mondjuk a szívünk ne öregedjen, mert ugye az öregszik, ahhoz kell nekünk egy olyan potion, ami 1500-ba kerül, és ez a Potion of Youth, tehát ez az a potion, és akkor visszafiatalodik mindig a szívünk. Ez az egyik. A másik pedig itt új inspirációkat lehet neki adni, tehát most a foodot adtuk meg neki, hogy mesterséf legyen, és ezekhez kell teljesíteni ezeket a feladatokat, hogy tovább tudjunk haladni, hogy a végén ugye elérjük azt, hogy mester séffé váljon. Tovább. Ugye itt van az, hogy mikor dolgozik, mikor nem. Szia, Zeus doktor!
Mondjad, Milán. Ugye még jelenleg szívünk nem dolgozik. Itt van az, hogy mennyire van képbe a fitness dolgokkal, mármint úgy, hogy mennyire erős. Itt vannak a baráti, itt lesznek majd a baráti kapcsolatok. Erről van a... Aha! Ezt akartam megmutatni. Lehet találni békákat, kerteket, különböző kristályokat, metálokat, elementálokat, dolgokat, és akkor itt van felsorolva, ezek achievementek lényegében, hogy teljesíteni kell itt is ezeket a feladatokat. Például itt van, hogy békákból van 25 féle, és akkor 25 félét lehet találni például. Azért, hogy most azokért mit fogunk kapni ajándékba, gőzöm sincs. Amúgy itt van a leltárja a szémnek, hogy mi van éppen nála. Nagyon sok minden lehet nála. Itt van pacusári. Tehát a foodot állítottuk be neki, a kreativitást, hogy szeresse a kintlétet, meg a zöldségeket, tehát majd termesztetni fogjuk zöldségekkel, és itt van jobb oldalt nekünk elhelyezve az, hogy most neki mire van szüksége. Itt jön egy kisgyerek. Anyád nem mondta, hogy otthon kell maradni? Bazd meg! Ez a járás, hallod? Jön utána az anyja. De akkor engedjük be őket, szerintem ezek látogatóba jönnek, ez az új szomszédok, de legalább kaját hozhattatok volna. Még bekopok, hallod? Azt mondja, hogy invit, beinvitáljuk őket. Hát, Richard Gere így járt akkor. De ezt a bácsit, ezt kiengedte be? Vagy ez velük jött? Egymásnak köszöngetnek. Jó van. Szerintem Sárikánk főzön akkor valamit. Cook? Nem. Szerv. Szervírozzunk. Na, főzön akkor. Na, ezek ott... hogy oda bugzott, hallod? Figyeld ezt a főzést. Baszki, kigyulladt a konyha. Hasznos volt, kigyulladt a konyha. Hallod, szerintem így a Sárikánk hamar meg fog halni. Igen, valamit marhára elfelejtettem. Venne egy tűzriasztót. Living room, bedroom, bathroom. Itt vagyunk, és itt a tűzriasztó. Úgyhogy... Fire prevent system unit panel. Most csináltad, azt meg is fog halni. Hát hallod, kigyulladt a konyha, baszki. Szerinted? De azt lesz el, profi szakács, mi? Hallod, ez kész. Ez nem, hogy kész, ez katasztrófa. Hát küldöfürdeni. Mit tudtam én, hallod? Oké, ide teszem a... De akkor ezt hova lehet tenni? Csak felhúzzuk a falat. Így. És akkor ide nem tudom tenni ezt? Nem. És ez? Termosztát. Ez a smoke alarm. Igen, ez jöhet ide föl. Igen, és ez mi? Ez kihívja a tűzoltókat? És akkor ezt tettem a másik oldalra. De itt van a izé! Már van egy. Vagy a másik oldalra raktam véletlenül. Lehet. De ezt mondom, ezt hova lehet tenni? Akkor ezt tegyem ide? Jó, akkor ezt ide teszem. Ezt hogy tudom fölvenni? Akkor kalapács. Itt már van egy tűzriasztó, most vettem meg. Érdekes, tűzriasztó volt már a konyhában is, mégis.
Vissza életmód. Hát akkor már ebből se lesz kajálás, úgyhogy take steamy shower. Megyünk zuhanyozni. Sári, Sári feneket üzel. De még hogy, hallod? A profi szakács. Ja. Végül is még csak tanulja, nem? Igen, igen, igen. Igen, még most tanulja. Tessék? Miért nem tudsz aludni? Vagy miért nem tud? De nem is az, tehát ezzel együtt tönkre ment a izé is, a hűtő is, meg a... Elégett a drága konyha. Szerintem én ezt egy kicsit átvariálom. Szerintem. Most újra meg kell csináltatnom. Mi kell? De ez jó, szerencsétlen szomszédokat már is űztem, hallod? Nem kell legalább egy levegőt szívnod a szomszédokkal. Ja. Legalább normális csak? Nem tudom, mert ahogy bemutatkoztam neki, nem mondom, akkor csinálok nekik tojásos kaját, ez ki is gyulladt a gázfűzhely, tehát el is mentek. Hát akkor... akkor éhen maradnak. De nem, itt van, itt maradt az egyik kis csaj, várjál. A szürke? Nem, itt maradtak, csak kint várnak. Hát ez most ez egy rossz emlék a Csajsz részéről. De bár ezt bírom, egy órán keresztül csak zuhanyoznak, érted? Az a legjobb része az egész életében. Ott van a tetejád. Na. Fáj a feje. Tudom már, mi a baj. Most már készültünk. Igen. Az a baj, hogy... tehát... ezt elveszük onnan. Főleg, ha át tudom menni. De most miért nem tudom onnan kivenni? Ja, itt. De leteszem addig. Arrébb teszem. Mert ugyanis a hűtőnek meg a gáztűzhelynek nem szabad egymás mellett lennie. Így. És talán így nem lesz tűz. Mert én ezt elfelejtettem. És repülő? Kaltomil. Take a piece. Tehát zaba van, gyerekek. Jó, tehát most tisztának érzi magát, és akkor fresher. Menjen valami tóhoz. Jó, megyen valami tóhoz. Majd mindjárt. Most akkor mindenki eszik. Jé, egyforma a hajuk. Biztos egy a fodrászuk. De nem akarok flörtölni. Friendly. Na, együtt nézik az üres tévét, amiben nincs adás. Lehet hétfő van. Szocializmus, nincsen adás. Az More Joyce, Friendly, Great New Neighbor. Hm? Mi az a haja? Igen, azt mondom, biztos egy a fodrászuk. Ja, sose látom még. Most már látod? Na most beszélgetnek, és akkor elkezdődik egy barátság kezdete, remélhetőleg. Így, mi? Azt elmosogatni ki fog? Ház is gazda.
Ez meg McDonald's-os kajáról álmodozik. Hát hol élsz, te fiam? Na, néni, more Joyce. Funny. Legyen. Funny, tehát egy... Elmesélünk neki egy sztorit. Jó, hogy nem már azt nem kérdezett, hogy hallottam-e farkas beltalanról. No, ezek itt beszélgetnek. More Joyce, Fanny, legyen mondjuk Tell Dirt Joke. Ez mi ez a kenyér? Ja, gyümölcsöt akar. Valami gyümölcsöt szeretne, és akkor úgy sütni belőle tésztát. Na, meg keresni kéne a munkahelyet is, nem? Join a career. Aha, na, ugye szakácsnak akar menni. Na nézzük, itt van. Kulinári. Ez a kulinári lesz az, nem? Itt a gardener. Jaj, ez az ilyen 4 éjszakkal jött be. Aha, de jó. Akkor majd azt is kitanítsuk először is, a kulinári kell nekünk. És akkor dolgozik 15 dollárért óránként. Bán többet fizettek neki, bazd meg, mint nekem. Ha? Melyiket? Igen. Ez? Nem lesz tegguru. Nem. Ezt jelöltük be neki, és akkor dolgozik. Kett, szerda, csütörtök, péntek, szombat? Vagy az ellenkezője? Vagy csak... Igen. És akkor 17 óra van még a kezdésig. Nem. Már talált munkát. Jó, mik az igényei? Még annyira nincsen. Azt csinálom, hogy... Ez ki? Ki ez a bige? Brandy Gilbert. Erőemelő. Elküldjük pecánzni a csajt. De hova is? Ide a csatornába. Nem ide akarom. Ezek itt mit csinálnak? Pecáznak. Akkor ide küldjük. Hát, küldjük ide. Ki ez a bácsi? Ez Mortimer. Igen. Emiliano Gilbert. Az ilyenekben lehet békát találni. Jó, go fishing. Na, elküldtük horgászni. Nem. Nem, ezt a bácsit úgy hívják, hogy Emiliano Gilbert. Nem. Na, pecázik a csajszi most már. Nézd meg, hogy nem. Tehát ennek a bácsinak van fülbevalója. Itt egy másik néni. Sally. Úgy hívják, hogy Sally. Szép néni. Itt egy másik néni. Itt csak szőke nénik vannak, úgy látom. Hallod? Annyira nem érdekelnek a celebek amúgy. Hát, ha politikus akar lenni, ámen, fakereszt. De itt miért nem raktak ki egy kis tavat valamit? Itt miért nem? Itt miért csak csatorna van? Itt nincs tó. Hát itt a tó, itt van egy ilyen mocsárész. Mindegy, egyelőre horgászunk, és hogyha fogunk valamit... Yeah. És csak...
Ha fogunk valamit, akkor ez itt az inventoringba benn van. Itt már van egy halacska. Fogtunk egy tetrát. Valami jó pasit. Hát te hol látsz itt jó pasit, hallod? Majd lehet, hogy csinálok külön neki. Nézd már ezt a hegykén járót, hallod? Nida. Ez nem, ez nem lát tovább az óránál ez a néni. Ó, azt az a járás, hallod? Hát kész. Na, mit fogunk? És tehát azt még tudni kell, hogy amit kifogunk halakat, meg ezt az... Azt fel tudjuk használni a főzésnél, ám. Mi, már nem pecázol? Miért nem pecázol? Akkor... Go home. Ne telefonozgassál, ne telefonozgassál, jány, mert nem telefonozgatunk. Hazaszalad? Elküldjük Kőcire. Use. De sok szín. Ezek kik? Ja! Ez egy kertész bácsi, nem? Igen. Aha, tesi. Szétült a sihoho. Aha. Szétült a sihoho. Na, hova lett a házunk? Ja, itt van a házunk. És akkor lesen megy a csajszijám dolgozni, nem? Ezt tegyük el. Put away. Eltesszük a hűtőbe, mert ez nekünk még jó jöhet. Nem pocsékolunk ilyen nehéz időkbe. Csak dolgozni mehetünk el. Azt mondta a Brigi, hogy jól mondtad, hogy csúnya néni, mert az a néni pucparádé. Hallod? Ha fölborítasz itt nekem mindent, akkor itt kitör a háború. Jó. De én nem szerettem ezt a kecskés játékot. Széttört? Na, elmosogatta a csaj. Azt mondja, hogy lehet itt a telefonnal olyat csinálni, hogy... Chat... Kivel... Legyen ezzel. A chat... Csicset. Itt is hallod ez a nő. Ha! Skuma fubame. Nitva paifin. Skuma plonide. Nilzia Cruz. Persze a szociális készsége egy kicsit menjen fölfele. Dibuis varpasa. Fosha brehe. De miről beszélgetnek? Yola gribix. Hú, ez az egér. Igen, most bosszankodik a tűz miatt még mindig. Watch Channel, azt mondja, hogy nézzünk. Köszönöm szépen a feliratkozást. Nézzük a szakmához való megfelelő műsort. Igen, hallottam a krumplis nudliról. Az a gnyokki, ha azt nézzük. Éppen tegnap előtt néztem, hogy hogy lehet otthon házilag megcsinálni. Ágnes Szecsényi, üdvözöllek körünkbe. Na, most a megfelelő műsort nézi. Még videót is tehetünk be lényegében magába a tévéadásba, olyat, amilyet mi szeretnénk különben. Sajnos a játék magyarul nincsen meg. Tehát próbáltam átállítani magyar nyelvre is, magába a játékon belül, Reddit-be is, de nem lehet. Na hát ez már ezzel megvonnánk, akkor... Igen, még az eleje még... Gift Leftovers, az azt jelenti, hogy a maradékot még megesszük, ami benne van. Ott is van egy pucparádés néni. Nézzünk még szét itt a városba, hogy kik vannak még itt.
Ez egy nagyon fekete néni, szőke haja, fasza. Aha. Mi az, hogy fúj? Nem fúj. Ő egy néger néni. Ne baj! Na, csak vicceltünk, azt mondja. Azt nézem, itt nem lehet aha. Eszik a csaj, utána itt ezt kikutassuk, ezeket a köveket. Tehát addig, míg nem lesz teljesen álmos, mert még csak este 9 óra 30 van, nem mész aludni, ló pikulát, kimész és kikutatod ezeket a köveket. Dig. Így. Ez mi? Inspirációt kapjon a... Aha. De nyáron hallod? Nyáron miért öltözik fel téli ruhába? Ezt most nem értem. Nincs melege? Nézzük, mit a... Tehát van már egy halunk. Mit talált? Egy ilyen doboz talált. Azt ide nem is tudom kitenni. Majd otthon majd megnézzük. De ez a view. Na nézzük meg ezt a fát. Megcsodáljuk. Mint az avatárba, hallod? Hát dehogy is, te, mint az avatárban, ez olyan ez a fa. Igen, csú, szép. Miért adnan a fa? Gyönyörű fa? Ez egy csodafa, nem? Ez szép. De már megint telefonozgat. Nézzük meg még egyszer. Na, már beszél is hozzá. Nincs, aki ezt domáljon. Keressünk békát, itt a béka. Béka? Aha. Look for frogs. Na, lett egy békája. Ott van. Látod? Igen. És 30 pénzbe kerül. Mik vannak még itt? Magukat kéne még keresni, hogy tudjunk ültetni. Igen. Szomszédtól nem lehet lopni. Esetleg. Hát, ez ne. Lehetőség fog. És csak itt ezt. Ez mi? Az még nincs megérve, de majd meg lesz. Aha, itt is van egy kő. Itt is ásunk, úgyhogy ezt meg se nézzük, mert csak megnézzük. Azt a követ kiássuk, ezt. Kicsit gyorsabban. Úgy. Akkor két ilyen dobozunk lett, és akkor lesznek benne majd különböző. Itt vannak a növények, hallod? Snapdragon flower. Sárkánygyümölcs. Sárkánygyümölcs. Aha. Mi csak a csajzé? Ja, ebbe lehet ültetni. De én abban nem akarok ültetni. És ez a fa? De ne aludj ott el, te! Menjél haza! Otthon aludj! Ne appadom, mint valami rossz csöves, hallod? Ez mi? Aha, itt már megvan érve a Snapdragon. De majd otthon majd ültetünk mi magunknak. Bejárkálnak majd a kertbe. Sleep. Elaltassuk. Azt mondja, hogy arról hallottál már, hogy Nenesi Pál és Ördög Nóra kisbolt vettek Balaton akaratján? Milán, ezek engem nem érdekelnek. Kit érdekelnek a celebek, meg a színészek, meg a többi, meg... És arról hallottál már, hogy van egy illető, aki hasonló gondolkodással rendelkezik, mint te is, őt úgy hívják, hogy Tremmel Tomi? Szerintem jó társad lenne, barát,
barátkozás céljából. Na, szegény csaj, mi bajod van? Íhes bakker. Na, gyorsan egyél csak, mert mikor kell menni dolgozni? 21 perc múlva. Úgy, és már el is ment dolgozni. Számla van? Még nincs számla. Itt is van egy hegyke néni. Ez milyen növény? Bluebell plant. Ezt is le tudjuk alatni, azt is föl tudjuk használni főzéshez. Pacusári kreativitásból 5-ös. Egy achievement kész van. Nézzük meg az achievementeket. Nem ez. Ez. Nem ez az. Akkor nem ez az. Fishing, igen, ez a barátkozás. Itt van, egy békánk van. Meg egy halunk a 22 fajtából. Itt van a halunk. Hú, vannak ám itt halfajták. Na, tehát akkor a szemünkkel azt csináljuk, hogy kiesszük a hűtőt. Hallottad, hogy vett a WC papírt. Képzeld el, én nem hallottam. Még jó, hogy mondod. Na, eszik. Eszik, aztán tovább küldjük körútra. De leült valaki a túloldalt a padra. Na, egyél csak gyorsan, aztán mész odafele. De miért nem a mosogatóba mosogatsz, hülye gyerek? Édes Istenem! Innen megint tudok diggelni? Megint tudok diggelni. Akkor megint keressünk egy olyan dobozt. Ez az. De nem iszol! Gyere ide! Ez ki? Nem tudom, ki az. Gombák, gombák, tessék! Azokat leszedjük, a gombákat, mert az is jó lesz főzni. Meg közben átjön hozzánk a csaj, szia barátnő, az új barátnő. Igen, azt is leszedjük, ezt is. Ezt is. Úgy, úgy, az összes, szedjed lefele kell otthon. Senkinek nem hagyunk semmit. Munkanélküliség van. Úgy, mit aradsz még le? Almafa. Aha. Menjél haza. Menjél haza, mert várj az újdonsült barátné. Hol is lakik? Elfelejtettem, hol lakik, hallod? Haza kísérjük. Ha! Na, itt. De akkor, ja, ott van a szőke csaj már bent. Most csak úgy bejött. Ez mi? Mi ez a diszkióz? Beszélgetnek a kajáról? Aha. Diszkózus. Megy a hablagy. Most hova megy? Ugye zuhanyozni. Aha. Hol is van az élet energiája neki? Ja, itt van.
22 nap van még a... hogy idősebb legyen. Státus. Családfa még nincs. Így. De alig van világítás ebbe a kis lakásba, nem? Na, higiénia. Na, parkodjál, tojjad fölfele magad. Micsoda, Tamás? Lesöpolják a székesfehérvári palotavárosi csónak ezótavat, mivel már kétharmada hidrogénből áll. Melyiket? Melyik palotavárosi tavat? Mert van több, tudod. Ez ott a tévének dumál, ez meg könyvet olvas. Tiszta én vagyok, komolyan. Olyat, hogy együtt játszani. Azt mondja, hogy vagy Chanel, ez. Inspirációt kapott. Aha. Ne sport legyen. És hogy beszélgetnek a nyárról. De jó nekik. Szed a tévéadást. Biztos juppiszisek. Ah, van lakáskulcsa, ja. Hát Tamás, hát van itt több tó. Kétharmada hidrogén és egyharmada oxigén. Jó, de melyik tó? Mert itt van több tó. Tegnap voltam lent az egyiknél. Hát de azt valamelyik évben már kikotorták. Egy pár évvel ezelőtt, nem? Na most elment akkor a szőke csaj haza? Aha, libeg már hazafele. Jaj, nem ezt akartam. Csak Harvest, Bluebells. Ha menjünk, még keressünk köveket, meg ezt-azt, hát ha találunk. Azt hiszem itt bizony, itt diggeljünk egy kicsit, ásunk. De ne nézd már annyit a tévét, édes Istenem! Ne neves! Úgy. Most hova mész? Kezet mosni. Nem mosol kezet. Nézed a fát. Nem, adsz neki vizet. Ez az. Locsol csak meg. Tessék meg locsolni. De mi, hogy sikerült az, hogy most ő téli cuccban van nyáron? Megint keresünk békát. Lehet pecázni. És elrébb mik vannak? Csak eddig lehet jönni. Aha. Kertből nem lehet valamit lopni? Vagy nem tudom. Itt mi? Ez miért csillog ez? Sárkánygyümölcs. Itt van még gomba. Ezt is leszedjük. Bluebells. Ezt is leszedjük. Másik kő nincsen? Megtennéd, hogy nem dübögteted a hátamat a lábaddal? Ez mi? Aj, ez még a gomba. Aha. És a túloldalon van bal. Ez mi? Szelektív hulladékgyűjtés. Szerintem. Nézzük a másik oldalt, van-e valami. Tiri-ri-ri. Ti-ti-ri-ri. Nem lehet átmenni a másik oldalba, mert... ennyi. Hát nem sok szabad területet adtak. Itt lehet valamit keresni. Aha, még akkor itt keresünk. Ha, nem ment volna aludni. Azt. Aha, itt megint tudunk kotorászni valamit. Majd mész utána alud. Tényleg kell vécéznie. Aha, szegény, mindjárt bepisil. Jó van, go home.
Hol lakunk? Olyan pici a térkép, azt nem látom, hol lakunk. Na, itt lakunk. Én ide kirakom a ládikájából a... Use. Aha, azt mondja, egy, kettő. Ebből is van egy, kettő. Mondom, kettő. Itt egy kövecske. Ezt a kövecskét ide tehetjük. Mondjuk úgy. Itt van egy béka. Ez nem fér oda föl, mert... Mert... Ez a Judy. Ha jó, valamit gyorsan kapjál be. Vagy mégse, hanem inkább ennyi aludni. Sleep. De én ezeket a békákat eladom. Te azt, hogy a lesz, ugye beköltözik a házba. Teljesen mindegy. Kétharmad hidrogén, egyharmad oxigén, a H2O. Azaz. De mi azaz? De most ezt nem értem. Mit akarsz ezzel mondani? Szia, Mr. Rosdarú! Fölkelt a csaj. Éhes. El kellett mennie dolgozóba. Talált a csajsz egy ilyen szép követ, ez tök cuki. Jó, de cuki. 80 pénzt érám. Hipnobéka. Ez meg Sunflower béka. Tök jó. Milyen ütött kopott egy zéje van, hallod? Ezt akkor innen eltesszük. Mondjuk. Ennek a tetejére nem lehet tenni? Nem. Mert? Miért nem? Akkor tegyük oda, úgy. Azt a másik békát teszünk ide. Úgy. Na, tehát van egy hipnotikus békánk, meg egy nyári békánk. De gusztustalanok. Na, tovább. Ja, igen, a ládika majd, azt kinyittatom bele, hogyha hazajön. Ez mire jó? Ja, visszategye az inventory-ba, jó? Ezt kinyissuk, meg ezt is nyissuk ki. Oh, promotion! Pacu szintet lépett. Pacusári. Na, kinyittassuk a csajjal a két ládikát. Ezt először is betesszük az inventory-ba. Igen, és mit kapunk érte? Ó, egy bábú, egy Yukit, meg egy Poppit. Ez érdekes. Ezzel mit kell csinálni? Ez semmit? De van gombánk, ez mi, ez a kavics? Ez nekünk miért jó? Ez a Studi. Ezt tanulunk belőle? Hogy örül? Jebs. Tanul a kőtől. Oh. Hallod, ez az értelmes arc. És fókuszban is van. El akar menni valahova. Jó, akkor nézzük ezt a másik kis követ. Ez is Studi. Ezt is nézzük meg, mit tanul belőle. Még mi kéne a volna? Mikrofon, de hülye vagyok. Nem boldog. Még nem is csodálok, én vagyok a gazdája. Jó, ennyi. Usézzél egy kicsit. Meg... egyél. Szervírozzál föl. Nem. És akkor itt vannak, hogy ham dinner. 50 pénz.
Tofu kei dinner. Toto csirke. Türkei dinner. Ez tofus csirke. Tofus nekünk nem. Süssünk ilyen ezt a ham dinnert utána. De elég már a vécére, hallod, ezt nem hiszem el, ez a pipis kedve járás, bazd meg. Na, gyere át, azt megkóstad a csirkémet. Igen, beszélget a kővel. Na, hát neki ez jutott. De ezt nem értem. Miért áll az ajtó előtt? De ez most mérges? Figyelj már, milyen mérges. Raza! Oh, pardieu, pardieu! Most a tükörnek dumál. Jálep? Lehet, nem akarja csajt letámadni. Én csirkét mondtam, hogy főzzél, ne ciklád, baszki. Ez nagyon komoly. Ebből lesz a csirke? Szerintem ez valami kínai csirkeszerűség lehet. Azok szokták ezt, hogy felnyomassák ilyen cuccokkal. Figyelj meg, csirke lesz belőle. Ja nem, ízét csináltatok vele, hülye vagyok. Azt a marha vagy mi az hús. De az előbb még nem volt bordája. Most hogy lett bordája? Lehet, egy másik szomszéd néni tud közben szétdarabolt. Akkor jött hazafele, hallod? Azt süti meg fele. Level up! Főzésnél. Látod, egy igazi szakács mindig ott van a sütő mellett. De ez még mindig hogy jár, hallod? Ennek valami baja van. Baráti instrukció. A másiknál is. Try to calm down. Funny? Hallod, öcsém, ne hagydott a kaját? Főzzél tovább? Vagy már kész a kaja? Ja, kész a kaja, hallod? Az a gyorsaság. Na, akkor mindenki egyen. Szerintem. Csócsa! És még csenged, baszki! Érted? Hali, Gabi! Igen! Hallod még, hogy csengetett milord? Ezt most állva eszik mindenki? Kérdezz már meg Ánkit, hogy vannak hozzá letölthető tartalmak, honnan érdemes? De miért nem eszel, jányom? De ne olvassál már, baszki, egyél tovább. Ezért főztük a drága kaját. De ez meg valami ügynök úgy néz ki. Aha, Brenka. Néda. De most akkor ezek nem akarnak egymás mellé ülni, mert haragban vannak, vagy mi? Happy, ez pedig fine. Mucsi pici. Mucsi picsu. Na, egyetek, dumáljatok, stb. Szocializálódjatok, ez az. Jó van, már eleget ettél. Akkor ne egyél többet. Ezt tedd el, jó lesz holnapra is. Úgy. De a tányért nem hagyjuk a földön, bassza meg. Na, diskurzus befejezve. Clean up.
Na, szedd csak össze a szemetet. Azt ezt miért nem szedi össze? De ne dumáljatok már nyáról. Csessze meg. Nem, kapcsolt be a tévét, és nézzetek tévét, és úgy be... De most elmegy haza! De nem menj már sehova! Ezt a hiszt is, picsát, öcsém? Nem hiszem el. Na, szia, Misi! A Nightbot 5 másodpercre megint letiltott. Biztos nagy betűztél megint. Vagy túl sok volt az emoji. Hm? Ez ki ez a bácsi? Az nem bácsi, ez egy néni. Nem látod, cicie van. De fogja a fejét, fáj a feje. Ugye nem lett vírusos? Ez is elmegy. Hát de csücsülj már le. Shit. Na. Úgy. És vagy Chanel. Igen. Ezt nézzük. Ettől majd boldog leszel. Ne karatézz. Na, jó van, közben dumálnak. Ez az. Szia, Misi! Igen, az emoji. De most akkor az a réd is elment ott, onnan. Nem ilyen hegykén megy, hallod? Hú, az a fán, az nagyon nem van. Ez nagyon boldogtalan ez a néni. Holnap kell neki menni dolgozni? 9 óra múlva. Kapcsoljuk ki a tévét? Hogy? És menjünk aludni. Te ez a békákkal kell valamit csinálni? View Hypnofrog, View Sunflower Frog. A hipnotikus békát, és ha megcsodálja, akkor mit csinál vele vajon? Meghipnotizálja? Így megy föl a fán. Tettő meg szomorú lett. De még nyár van. Még elején járnak a nyárnak. Na, aludjál, öcsém, mert mindjárt mehetsz dolgozni, baszki. Tehát le se tudod fürödni. Ó, basz. Azt, akkor még Dolgoztatod? Aha, de még csak ráadásul egyedül is él, érted? Tehát mi lenne, ha többen laknának? Aha, fölkelt. Mennie kell dolgozni. Go to work. De büdös szegény. Szegye fúj. A néni dolgozik, akkor jöjjön haza. Mi ez a drugged full shower? Nem tudom mi az. Na, itthon van, 128 pénz keresett. Na, egyre több pénzünk van, lassan nekiállhatunk csinálni kerítést. Jó, akkor lesz le. Gyere akkor át, és akkor most menjél fürödni. De menjél már fürödni! Ruhástól menjél. Ruhád meg tiszta kosz. Úgy. Mindjárt jön a szőke csaj. Ez szomorú, mi baja van? Szegény? Biztos nem jutott neki dinnyeföld. Itt is egy másik cicababa, Katrina Caliente. Come here! Trömmel rajong. Ja. Én meghalok. Szia! Szia, Andris, hallod? Szia, Nóri! Igen, ő az Andris, igen. Igen, csak ez mi ez? Mosolyog? Jaj, ez egy mosolygós jel. Egyébként megijedtem, de szia! Megijesztetted az Andrist, annyira beleszóltál a mikrofonba. Igen. Hirtelen. Most nem tudom, hogy ki az, de most már így tudom. Azt mondta, bocsánatot kérek. Semmi? Hát, mert büdös. Fúj!
Na nézzük. De ez az, de elszötyörésznek hány órát hallod a zuhanyzással. De Norika, eltakarod a fényt. De eltakarod. Menjél arrébb. Meg lerugod. De hogy végül is egy idő van otthon végül is. De csak zuhanyzik, érted? Nem az, hogy bent ül a kádba és órákon át benne van, hanem zuhanyzik. Az? Az a csevegő. Nem tudom mi az. Nem tudom mi az. Na, de tovább. Funny? Funny story. Igen? De az nem tudom micsoda. Az egy kép. Kép, de Robit. Ja nem. Az nem az. Nem. Jaj, az a Lászi bácsi. Ez meg a Lászi bácsi. Ez meg a Tremmel Tomi. Ő a Misi bácsi. Sziasztok. Sziasztok. Halljátok? Sziasztok. Ő meg a Brigi. Ott a Brigi is. Szia, Brigi. Szia, kacsa. A kacsa nincs itt. Brigi nekem se hiányzik amúgy. Itt a Brigi. Ez így pont jó, ahogy van. Luffy Garang. Kitsune. De még mindig téli kabátban van. Én itt valamit nagyon elcsesztem szerintem. Nem lehet átöltözni? Mi ez a change? Try on an outfit, plan outfit, change outfit. Itt lehet változtatni akkor? Ez a mindenes. Azt mondja Tremmel, hogy üdv, Nóri, vigyázok rád. Lófasz, vigyázol rá. Hallott, Norika? Vigyázzál. Szegény Nóri. Na, a csajszi éhes. Szervírozzunk. Tremmel, én azt mondom, hogy magadra vigyázzál, nem másra szerintem. Ja. Csináljunk egy ilyen salátás tálat. Köszönjük, Balázs! De most... De mi baja van a csajnak? Meg akar halni, vagy mi van? Háborúról beszélgetnek? Galtom él, és akkor grab a serving. Na, menjetek enni, és akkor közben dumáltok. De nem bírtok leülni, vagy mi van? Nézzük. Valamiért pedig a csaj nagyon funny. Beszélgessenek a vámpírokról. Na, beszélgessenek. Vámpírokról? Aha. Tomi, Mit élt? Azt mondja, hogy ja. Most vigyáznak rám a szüleim, vagy a Lászi. Lászi nagyon nyakadba vettette ezt a gyereket. De most nem akarok megszólni, de a nevére nem fogja venni? Vagy azt még... Ki tudja? Nagyon mindig. De miért a konyhába állva esznek? Miért tette le a földre a tányért? Biztos lónak érzik magukat. Fú, te! De hogy ott az asztal? Mosd el, clean up, tegye el. Most már ne egyél többet, már tele vagy, mint a déli busz. Na, igyekezzél, mert holnap még menned kell dolgozni. Úgy, ez depressziós lesz ez a csaj, szerintem, nem? De bebaszt az ajtót. Kapcsoljuk be ezt a követ. Azt az aura követ. Menjél vécére. Úgy.
és utána Watch TV. De már hajnali 1 óra van, azt mindjárt mehet dolgozni. Ma van április 23-a, Milán. Az ma van. De Milán, te most megettél egy kis lexikont, vagy mi? Nem tudom, szerintem minden nap azt ebédel. Szerintem lenyelett akkor egy kis lexikon. Kids Network. Forecast, action, comedy. Nézzünk komedit, hát ha attól jobb kedve lesz a csajnak, mert nagyon nem van a fán. Fiú kell neki? Az a baja. Meló? Hogy állunk a melóval? 7 óra múlva mehet dolgozni. Szegény. Ó, van? Ennyi dolgozni. De milyen fain lenne már, hallod? Nekünk is lenne egy ilyen panelunk, amit tudnánk, hogy na most akkor mennyit kell még aludni, vagy mikor kell menni vécére, mikor van az a határ, amikor el kell menni fürödni, vagy mikor van az a éjség szint, amikor már tényleg ennünk kell, mert különben éjjel halunk. Az jó lenne. Na, nem mész aludni? Erígy már. Hát mindjárt ehhez dolgozni. Na, azért. Hányra kell majd dolgozni? Hányra kell menni el? 9-re. Na. Parkodj, aludj. Jó lesz az. Na. Jó? Most már keljél föl, az go. Esik az eső. Esik az eső a játékban. Igen, anya. Aha, azt mondja, igen, anya. Na, elment dolgozóba. Kapott megint inspirációt valahonnan. Tényleg mennyi pontot gyűjtöttem már össze? Megnézem már. Pacusári. Na. Tehát mi kell nekünk? Fun. Játsszon az esőben. Azta. Na ettől lesz majd tüdőgyulladás. Igen. Menjen el joggingolni. Te azt mondja, Tremmel Tomi, ma az is jó ír, hogy leszokott a vödrös live-okról. Édes drága jó Istenem, Tomi, nem hiszem el. Úgyis kitalálsz megint valamit. Valami butaságot. Igen. Mert a Tremmeltől mindig butaságokat szokott csinálni. Igen, olyan leszokott a vödrös live-okról. Ja, azt mondom, hogy azt írta, hogy leszokott a vödrös live-okról. Nori, ezt akkor mondom. Milyen live-ok lettől mostanában? Ugyanazt lehet, csak vödör nélkül. Az lehet. Na, itt van ez a... Néni, ezzel beszélgessünk, mert neki van esernyője. Igen? Az a témát van. De én nem szeretem ezt a játékot, mondtam már. Te, Norika, nem szeretem ezt a játékot. Ez a kecske szimulátor. Ja. Na, miről beszélgessenek? Funny. Először is legyen egy jó kis funny sztori. De hallod, a csajból csurog a víz. Tök jó. Tényleg azt mondják, esőben jobban kapnak a halak. Ha elmenne pecázni, a fán az fölugrana vajon?
Nézzük a karriert, 368. 3 nap múlva mehet. Vakációra. Ezek ott magába beszél tovább. Ez most hova megy? Mit csinál ez? Ja, eszik. Megy el enni, aztán elküldöm majd horgászni, hát ha. Hogy ezt takarítsd el? Ha azt megetted. Na. Hát ez a szőke bige kicsoda. Jó, akkor invitáld be. Ki ez? Azt tudom, hogy hívják. Azt tudom már, ki kivel van. Na, ja Nancy. Na, Nancy-t beinvitáljuk. Tök jó, hogy itt mindenki ilyen kedves, nem? Egy baráti instrukció. De mindjárt elalszik, de kéne egy kis fán. Watch TV. Kis fa. Aha. Ezt nézzük. Így. Kapcsold be. Na jó, most már megy fölfele a fán. Na, nem ül mellé a szőke csaj? Hazzal is húzott. Nem, Kim, kukázott. Hallod, vagy mit csinált ez? Így, mi? De most állva nézi a tévét, az miért jó neki? Hát... Sit and chat here. Na nézzük. Üljél le és beszélgess tovább ott. Na. Elmegy aludni, szegény. Hogy ki van fáradva. Figyeld. Csajt azt nem rugdalja ki, vagy mi van? De ne csak így, hanem sleepeljél is, fiam. Te meg go home. Ex to leave. Na jó. Zalszik. Ez kezet mos. De miért nem megy haza? Tévét néz. Ez reggelig most ott fog dekkolni vajon? Ennek menni kell holnap dolgozni? 16 óra múlva kell menni dolgozni. Ezt a kettest ezt már megcsinálta. Azt mondja, hogy... Marika, ne takard el a fényt, köszönöm. És akkor most olvasni kell könyvet? Aha. Ja. Most a csaj fölkelt. Mi hiányzik neki? Kaja. Kaja! Egyél, hűtőből. Ne takard el a fényt. Látom, de ne takard el a fényt. Jó, majd elmegy mindjárt. Ötször mondtad? Igen? Igen. De ennie is kell ám. Látod? Várjál, ott a kajával valami nem volt jó szerintem.
Menjen el téka sóverezni. Most iszik rá egy kis vizet. Hogy? Tudom. De nagyon sötét ez a kamera itten. Akkor ezt szerintem minden fölveszem. Vigyázz, Nóri! Kicsi lányom, nem kellett volna eltolnod azt a izét. Azokat. Mondtam, hogy felborítasz itt mindent. Tessék! Nem baj, de most nem veszük föl. Mert a csajnak rendbe kell hoznia magát. Hello, uram, ma megyen dolgozni ám. És egy ki kell takarítani a lakást. És csak például... Valami nekem itt nem tetszik. Clean! Megvan, clean. Clean floor. De mi nem tetszik? Mert piszkos, látod? Föl kell takarítani. Azt mondja, fúj! Aha, látod, már tiszta is lett. Igen. A ötetten valamit. Na, mit? Na, néni. Mi van a nénivel? A néni ötetten csinál. Igen? Nézzük a telefont. Send text. Kivel beszélgessünk? Mondjuk vele. Igen, és akkor nekünk most akkor könyvet kell olvasni. Read. És nekünk most akkor itt mit kell olvasni? Biztos nem polkát. Unikornisok. Ez sem. Ez mi? Game of Thrones, érted? Tehát nem a Game of Thrones. Az már jogdíjas lett volna, tudod? Ja! Mennyiféle könyv van itten, te jó Isten! Aha, mindjárt megnézzük majd mit. Ezt nem lehet játszani telefonon, ez csak számítógépes. Nem ezt. Nekem ez kell. És akkor... Majd nem tudom, hanem a telefonról utána kell nézni. Tóth, mert nem lehet. De van Sims játék telefonra, így van amúgy. Azt hiszem Facebook profilra kell rá csatlakozni, és akkor ott tudsz játszani. Csak hát nem pont ugyanilyen, de valami olyasmi. De nekem olyan könyvet kellene olvasni, ami... Ami kell a tanuláshoz. Megnézte a békáit. Jó van. Nézzük, milyen könyvek vannak akkor. Milyeneket kell vennünk? Ez a karizma. Igen. Show all, nem. A fantasy, non, nem fikció.
poéta, romantikus kifi. Nem, nem a homework, toddlers. Nem. Skill. Nekem a skill-es kell. Comedy. Cooking. Aha, ebből teszünk be egyet. Cooking 2-ből teszünk be egyet. Cooking 3-ból. Teszünk a fishből is, kitanuljuk. Fish 2, Fish 3-ból is. 6 könyvért adunk 950 dollárt. És akkor most elvileg tudunk olvasni, mégpedig ezt kiolvassuk, a Cooking 1-est. Oké, Tamás, szia! Örülök, hogy itt voltál, és hogy nem rossz alkottál. Na, már mindjárt boldogabb. Óvassál, igyekezzél. Mikor mész dolgozni? Mindjárt. Ezt szerintem előbb óvast ki. Nem? Nem. De. Ó, ráér az a munka most. Sokat dolgozott a héten. Oh! Micsoda csini ruhába van már. Na, elment dolgozóba, és én mindig nyár van. Ez mi ez a színás? Ez mi? Ja, ez a kamera opciók. Aha. Itt a screenshot, külön videó, capture. Aha. Meddig dolgozik a nénink most? Már hazajött. Hajnali 3-tól reggel 11-ig. Most akkor mi van? Na, mit kell csinálni a néninek? Először is elmegyem WC-re. Józ. És utána elmegy gyorsan. Sleep-el. Hogy ez engem, ez mennyire nem érdekelt Remmel, azt el se tudod képzelni, hogy hova szarsz a te dolgod. Micsoda? Az lenne a legjobb hír nekem, ha az én addig összeszarrad magad, csak nem utogass, mert az viszont gáz. Ú, Misi bácsi! YouTube megharagszik rám, ha ilyeneket írsz. Letiltja a csetet? Már egyszer kaptam egy tiltást ilyenek miatt. Na, alszik a csajszé. Ez mi? Melyik négyból? Bravo? 6-tól 2-ig? Azt ez micsoda? Ja, izé, az a... Mizé? Tudod, az a kettővel... De nem tudom, mi az. De... Ja. Várja. Ending holiday early. Igen. Igen. Akkor... Biztos. De nem értem. Mindegy. Na, eszik a csaj. Ja. Misi, leírhatod amúgy. Kicsit változtass a, mondjuk az A betűt kicserélet kukacra, vagy valami ilyesmi. Aztán rám száll a YouTube, azt kapom a figyelmeztetéseket. De én már nem egyszer elküldtem a Tremmelt a Pitchbe. Igen, anya. Igen, anya. Na, eszik a néni. Aztán... Szegény Tremmel. Esküben sajnáltam. Van. Az utcán? Igen. A néni eltakarít.
Ezt kiürítsük a kukát. Igen. Kis bácsi. Ezt ki kell üríteni. Nem jött még számla? Nem jött még számla. Tényleg, őt még mindig nem találtam meg. Istenem. Mit? Misi bácsit. Ja, átküldöm neked a csatornáját. Nem a csatornáját. Hanem? A messengerét. Ja, hát azt nem is fogod. Na nézzük. Maximum akartam az illetékest, akit már Misi bácsival megbeszéltünk. Hogyha szeretnék Misi bácsitól valamit. Ja. Na jó van. Csajszit leültetem. Nem ez kell nekem, hanem... Ez kell nekem, hogy akkor olvassa ki tovább a könyvet. És akkor szerintem ez máról ennyi volt. Legközelebbre én úgy jövök vissza szerintem, hogy csinálok még több szimet. Mert én itt azt hittem észre, hogy itt ez ilyen Amazon-féle hely, mert itt csak nőket látok, meg idős embereket. Igen. Tehát... Idős ember. Igen! Itt ugrálnak a halacskák. Igen, még egy skill pontot. Ez a néni, ezek úgy néz ki, mint valami majom. Hát úgy megy, nem? Figyeld. A humba. És még vigyol. Ott, úristen, ez a vigyol. Olyan ízes majom. És akkor most az egyes könyvet olvassa tovább? Vagy most egy másik? Mit olvas? Egyes könyvet olvassa tovább. Egyes? Aha. Egyes olvas. Mi ez az Open Netbook? Nem. Ó, oh, hívja a csaj megint. Át akar jönni. Jöjjön át. Egye fene, olvassanak együtt. A múltkor láttam egy videót, ahol elhajtja egy ember a sunyiba. Ez a gyerek olyanokhoz szaladgál, akikhez nem kéne. Csak neki akarok jót, maradjon otthon. Misi, nem tudod visszafogni a trammelt. Á, mások... Hát a YouTube Star trammel. Tehát mások meg direkt húzzák oda magukhoz azért, hogy ne vessenek rajta. Tehát... Attól én ezzel szeretném mondani, Misi bácsi, ilyen nem erőltess magad, tehát fölöslegesnek ilyeneket írni a trammelnek. Igen, mert tehát ő alapból egy beteg ember, én mondjuk azt nem értem, hogy a szülők ezt miért engedik. Tehát ennyi erről. Na jó, srácok, vedd le a lábadat, mert megint széthúzod az összes zsinegemet. Nem? Pacu. Na, pacus állítól elköltözünk. Akkor legközelebb mire jövök, még rakok be egy pár új szimet, meg megpróbálok a házat egy kicsit változtatni, mert ez nekem így, ez így nem kerek. Tehát ez így nekem nem tetszik. Na jó van, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a feliratkozásokat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!